Visszatért a nagymester. Itt vagyok, Buenos Aires. Buenos Aires, az ezüst királynő. Buenos Aires, kedvenc anyaföldem. Jágu, már nem vagy egyedül. Férjem öccse fog megházasodni, úgyhogy egy nagy partira gondoltunk valami, nem tudom, szóval nagy ünnepségre. Nem kell aggódnia, asszonyom. Biztosíthatom, hogy az ünnepség rendkívül látványos lesz. A férje már elmondott mindent. Ó, a minden itt. Ott felejtettem. Megmondaná, kérem, hogy hol van a garázs? Igen, persze, ott van az az ajtó. Csak arra le kell mennie. Nyissák már ki! Nem kapok levegőt! Nyissák már ki! Fagundó Arana, magyar hangja Cvetkó Sándor, és Gianella Neira, magyar hangja Nárai Erika főszereplésével bemutatjuk. A Jágó című filmsorozatot. További magyar hangok. Háda János, Mihály Győző, Kocsis Marian, Orosz Helga, Csernák János, Forgács Péter, Melis Gábor, Boros Zoltán, Koroknai Géza, Cető Roland, Zakariás Éva, Roatis Andrea, Botár Endre, Andrész Kati. Mit keresel itt? Csak elrejtőztem itt az autóban. Azt én is látom, hogy elrejtőztél az autóban, de miért üldözöl? Nem üldözlek téged. Szóval azt mondod, hogy nem üldözöl, akkor hogy kerülsz ide, ha? Épp, hogy engem üldöztek, valahol el kellett rejtőznem. És ezt higgyem is el, amióta csak megérkeztem Missionisbe, állandóan a nyomomba lóz, elegem van belőle. Nekem is elegem van ebből. Ha ezt komolyan mondtad, akkor hagyj békén. Figyelj! Eresz már el! Én csak nagyon fázom. Nem belőled van elegem. Segítsek? Én csak nagyon éhes vagyok. Mindenki engem bánt, mintha valami bűnöző lennék, pedig nem vagyok, az csak éppen fázom, és nagyon éhes vagyok. De miért jöttél ide? Örülök, hogy láttalak. Valami baj van? Megyek már, megyek! Már megint. Mindjárt kijöhetsz. Jó. Megyek! Nos? Megtalálta a papírokat? Igen, nálam van minden. Hát ez?
Nos, tudja, olyan szórakozott vagyok. Aha. Mindenféle dolgot a kezembe kapok. Értem, akkor jöjjön, igen, kérem. Itt szeretnénk rendezni az esküvői ünnepséget a kertben. Igen, de ilyenkor eléggé hideg van még. Nos, ezt meg lehet oldani, nem igaz? De lehet fűtött sátrat kérni, de az egy kicsit költségesebb lenne. Az nem baj, ebből ne csináljon problémát, mert ebben a családban a pénzkérdés nem is létezik. Napot, Lucio úr már vár. Igen, igen, látta önt az ablakból, és mondta nekem, hogy szóljak önnek, hogy azonnal jön. Jól van, akkor hozzátok megvárom. Hozzátok önnek valamit? Egy teát, egy kérek. Egy kis kávét? Kérek kis kávét? Egy teát. Jó, hozom. Hogy jutok ki innen? Királynőm. Édesem, szia. Úgy hiányoztál. Te is nekem szerelme. Szeretlek. Én is szeretlek téged, szeretlek. Igen, és szeretném beletölteni az éjszakát. Ó, ilyen kedves. Na, mit szólsz? Hihetetlen. És akkor meg tudlak ölelni, meg tudlak csókolni, együtt aludhatnak. Jaj, olyan drága vagy, nem is hiszem el, hogy ezt érzem, olyan erős, olyan átható szerelmet érzek irántad. Tudod, mit mondok? Mit? Nem sokára mindent lehet, mert hamarosan el foglak venni. És együtt és lehetünk. Miért nem azonnal? Azonnal? Persze, ki kell használnunk minden időt. De hát édesem, egyelőre nem megy. Egyelőre még kell keresnünk egy saját lakást, amit együtt berendezhetünk. És én lakásom. Édesem, lehet, hogy kicsike, de kit érdekel? Az a fontos, hogy együtt lehetünk. Téged tényleg nem érdekelnek az anyagiak? Te érdekelsz. Veled szeretnék lenni, szerelmem. Édesem. Igazad van. Szeretném, ha együtt élnénk, most azonnal. Szeretném, ha a királynőm lennél, de azt szeretném, ha itt élnénk, ebben a házban. Igen, 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 szeretném. Te vagy a királynőm, te palotát érdemelsz, édesem. Csak tudod, ez a ház túl fényűző nekem. Nem, édesem, nem. Minden, ami az enyém, a tiéd is egyben, Melina, kérlek. És azt szeretném, ha már most is így lenne, most. Királynőm, kérlek szépen, te a legjobbat érdemled, édesem. Nem akarok problémát a testvéreddel. A bátyámnak. Ha nem tetszik, majd akkor is ki kell bírnia. Melina, egyetlenem. Igen, legyen tűzijáték is, és nagy zenekar hegedűvel. Ezt igen, egyszerre... a legutolsó New York-i divat kombinálja az ünnepélyest a vidámsággal. Ez érdekes, de hát ezt először Lucióval kell megbeszélni. Nézze csak, nézzen oda! Mi? Milyen látványos, nem is vettem még észre a kertet. Nézze csak a kertet. Ez az ökofazon. Ökofazon, értem. Igen. Nem is tudtam. Valami baj van, édesem? Nem, csak arra gondoltam, hogy a villa hátsó traktusa nem éppen a legjobb. Nem? Nem. Takarnak a fák, a villa, jobban tetszik a villa elbűvölő. Na, és az ökofazonnal mi tudja, lesz? Tudja, az ökofazon kiment a divatból, már nem túl divatos, és... Ha megnézem, milyen szép zöld a szeme, ez nem megy ahhoz a sok zöldhez, nem illik hozzá. A villa krém színei viszont csodálatosak. Azokat az ablakokat ön csinálta, vagyis ön tervezte, igaz? Igaz? Most leleplezett. Leleplezte, mindjárt látszott. Nézze, kisasszony, jöjjön kérem, mert szeretném megmutatni a ház többi részét, és jöjjön velem. Sokére sem vágyom jobban. Menjünk. Tessék csak, öregem. Tartsd meg. Köszönöm! Elmagyarult
te legcsodásabb kerület, ha meglátlak, elfog a hevület. Az ott az adasztópiac. Vagy ami marad belőle. Hát ez nem igaz. Használja ki akciós ajánlatunkat. Két svájci hamburgert adunk, melyben német szósz van, mindkettő sült krumplival és két light üdítővel. Light? Igen, light. Ez a mi ajánlatunk, uram. Nagy ajánlat. Hamburgert adnának light üdítővel. A világ megbalandult. Én sült kolbászt szeretnék egy kis kancsó vörös borral. Jaj, egyek ura. Hiszen itt jött Pablo Pereira. Jó napot, Popcorn. Pop mi? Popcorn. Popcorn. De ez az csupa levegő, nem? Nem ismered Pardo Pereidát? Viszlát. Na, hát, hogy megváltozott az öreg háza. Ez azért mégis túlzás. Ilyen magas. Istenem, segíts, nehogy rám zuhanjon. Hol lehet a régi város részem? A régi arcok. Egy fekete habbal, mellé egy kis linzer, sok lekvárral. Ettől lesz erős az ember szíve, és dalos az énekes hajka. Kis öreg, komolyan remekül nézel ki. Hát ez nem igaz. Hát ez nem igaz. Pereda? Hé, Pardo? Te vagy az. De hát hiszen én ismerlek. Gardel vagyok. Gardel! Mondd már, mi van veled? De régen nem láttalak. Igen, nagyon régen. Ó, 30-valahány már. De remekül nézel ki. Köszönöm, köszönöm. Ez csodás. És a kerület, hogy tetszik neked, öregem? A kerület? Egyelőre még nem találtam meg. Igen. Mivé lett a régi kedves kis város rész? És a sovány fiorító? Nos, ő meghalt. Meghalt, hogy? Igen, elgázolta egy japán turista busz. Ó, szegény, szegény ember, jaj. És Rufino csak azt nem mondta, hogy Rufino... Nem, ő nem, semmi baj, ő remekül el van, öregem. És neki tudod a szívét. Igen, van tollad? Igen, csak egy pillanat. Jó. Mennyi minden megváltozott. Na, szerencsére nem minden változott. Szükségem lesz a meghívottak listájára, hogy megtervezzem az ülésrendet, és hogy tudjam, hány darab asztalt. Á, a lista. Á, Adolfo! Megmutatom Adolfót, ő itt a komornyik, de azt hiszem találkoztak már, mikor megérkezett, nem? Igen, igen, igen. Adolfo, kérem, mindenben álljon a kisasszony szolgálatára, hogy minden rendben menjen Lucio esküvői vacsoráján. Ó, hát persze, megtiszteltetés lesz. Nekem is az lesz. Adolfo, ugye... Igen. Azt hiszem, hogy remekül meg fogják érteni egymást. Bevallom, a férjem szerintem most jól választott, hogy ön szerződtette. Köszönöm. Mi ketten is remekül együtt tudunk működni. Én is azt hiszem. Ön a városban született? Hol született? Á, Peruban. Úgy érti, hogy a Peru utcában, igaz? Igen, 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 igen. Akkor igen. A városból való. A Peru utca a belvárosban van. Nem akarok túl kíváncsi lenni, de ott hol? Elnézést. Szia! Á, igen! Jól van, azonnal megyek. Bocsásson meg, eljárdó kisasszony, de nagyon kell sietnem, elfelejtettem egy találkozót. Kérem, ne zavargasson magát! Ne aggódjon, elboldogulok! Viszlát! Igen. Ezt most rögtön meg kell beszélnünk egymással. Jól van, engedj már, ne ráncigálj! Cuidado en la acera, cuidado donde sea, que te andan buscando. Seguridad, cuidado en el campo, la frontera. Celso! 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 Mi bajod?
Neked mi bajod, mi? Mit képzelsz te? Balek vagyok? Azt mondtad, milliómos vagy. Elmentem veled a cégethez, de úgy bántak veled, mintha valami tolvaj lennél. Úgy ugrattál be engem, mint egy balekot. Én nem csináltam ezt. Semmit sem csináltál. Hazug disznó vagy. Nem, azt mondtam, hogy én vagyok Fábio Sirénió, és Fábio Sirénió vagyok. Ez az én nevem, és te odavittél ahhoz a Sirénióhoz, de lehet, hogy nem is ők az én családom, lehetnek mások. Mások? Miért kéne ezt elhinnem? De nem azért jöttem, hanem azért, mert azt mondtad, hogy visszaszerzed a motoromat. Akkor szerezd is vissza, kérlek. Tudod, mi az ábra? Azt mondtad nekem, hogy a családod vagyonos. Ezek szerint nincs se családod, se vagyonod. Tehát, ha nincsen családod, akkor pénzed sincs, és motorod sincs. Ez nem így van. Menjünk el a rendőrségre akkor. Menjek a rendőrségre? Nekem dolgom van. Ugyan a rendőrségre? Minek? Igen, menjünk el a rendőrségre, mert te felismered a tolvajt, ne, hogy ki volt. Nem, senkit nem ismerek fel. Tudod, mi a baj? Nagyon rossz az arcmemóriám. Még téged sem bírlak felismerni. Szelszó, most azonnal velem jössz. Nem, megyek veled. Nem, engedj el. Engedj el. Kell a motorom. És mi az ördögért olyan fontos az a motor, ne? Mert ez az egyetlen, ami az öregem után maradt, és ha meg lenne a motor, nem szaladgálnék itt a városban csóróként. Ezért ilyen fontos nekem az a motor. Borzasztó, nagyon vékony jégen szaladgálsz, még beszakad. Mondd csak, ha nem lettem volna ott, mit mondtál volna akkor Elena asszonynak, ha? Azt hiszed, hogyha argentinnak tetteted magad, minden sikerülni fog? Jól ment. Nem, de ha mégis lelepleznének téged valamikor, akkor kirúgnak, akkor én nem ismerlek majd meg, Moréna. Nem fogsz megismerni. Jól van, meg foglak ismerni, de... De? Nagyon vigyázz magadra. Vagy mindketten utcán végezz. Jaj, nagypapa, kérlek, igen, hiszen igen. Sosem fog kiderülni. Bíz bennem. Esküszöm, hogy minden rendben lesz. Nehezebb veled, mint anyáddal. Ezt most miért mondod? Egyszer azt írod, hogy hamarosan férhez mész New Yorkba. Aztán a végén nem mész férhez. Most meg Buenos Airesbe keresel munkát. Nagypapa, ne beszéljünk az esküvőről, jó? Csak azért nem szeretnék visszatérni New Yorkba, mert nem akarok Tomásszal találkozni. Egyszer azért elmesélhetnéd neki. Nem, nem akarok a gondjaimról beszélni. Hm? Persze, épp elegendő gondod van, hogy itt kell dolgoznod Argentinában. Kérlek, ne beszéljünk erről többé. Bízz bennem, kérlek. Jól van. Igen? És megmondtad már az anyádnak, hogy itt vagy? Nem. Az anyám sohasem tudta, hogy merre járok. És nem is akarom, hogy megtudja. Érted? Ez tetszik nekem. Azt hiszem, el is fogom vinni. Csak az a baj, hogy ezt édesapámtól örököltem. Mindig mondta nekem, hogy a nagy Gardel maga játszott ezen a gitáron. Mert az öregem és a nagy Gardel barátok voltak. Van is róla képem, ott van, né? Tessék. És tényleg Gardel gitárja volt ez? Hát miért mondanám akkor? Persze! Hát akkor... Nem fogok alkudozni. Tudja, mi a baj? Úgy érzem, mintha egy gyermeket vesztenék el. Ez itt a baj. Ennyi elég lesz? Igen. Vegye már el. De aztán nagyon vigyázzon rá, mert magával viszi Buenos Aires egy darabját, érti? Tessék csak, jó uram, tessék! Barátom! Mi van veletem? Én csatalom, milyen rég nem láttam azt a zsíros kis pofikádat! Na figyelj! Még szerencs, hogy rajta kaptalak ezen a bűntényen, mert ez a gitár az enyém volt. Igen, mondtam is annak a fickónak. A saját füleddel hallottad. Rufino sohasem hazudik senkinek. Annyira hiányoztatok nekem. Ez az egész város. Te is hiányoztál nekünk. És semmit sem tudtunk felőled. Annyi éve már. Jobb nem is beszélni róla.
Aj, mindegy. De látod, közben a fejlődés elzúgott a fejünk felett, mint valami repülőgép. Nem, nem úgy van, azt tessék, itt van a pénzed, amit a becses gitárodért kaptam. Tedd csak zsebre, téged illet meg a haszon. Hát az azért mégis túlzás, Rufino. Hogyhogy? Ez a gitár egy petákot sem ért már. Ne okoskodj, ne okoskodj. Mióta elmentél, nem hinnéd, hogy megváltoztak itt a dolgok. Erről ne is beszéljünk. De jóra fordultak. A külföldiek megvesznek a tangóért. Na és mi, mik vagyunk? Sztárok? Komolyan! És nézd csak meg, nézd csak körül itt, ha? Ez a bolt egy kiköpött múzeum. És még nem is beszéltünk a globalizációról, meg a többi zöldségről, mert az itt még nincsen. Hogy van? Mindegy, felejtsd el. Emlékszel még a kövér kárdózó gyerekre? A kárdózó gyerekre? Ó, hát persze, nem bírta elviselni a napsütést, mindig kendővel takarta le a vállát. Na, akkor figyelj! Eladtam a kendőt. Na ne. Igen, eladtam egy Yankee-nek. $2000 adott érte. Mennyit? Boldogan fizetett, csak adjam oda két neki. Két rongyot? Két rongyot, igen, két rongyot. Ez a fejlődés. Mondok neked valamit. Ezt a nyakkendőt, a tiédet, tudod, mennyiért adom el? Abból ki lehet festeni azt a kis szobát ott? Milyen kis szobát? Hát, ahol aludni fogsz, mert most már nem eresztelek el innen. Hé, annyi év után csak itt maradsz egy kicsit. Tehát ellopták a motorját. Igen, az apám motorja volt, zöld színe volt, és... Kérem az igazolványát. Igen. Igen, nem osztod el az igazolványt. Biztos igen, van igazolványod, persze, nem? Persze, hogy itt van nálam. Igen, itt van. Igen. Köszönöm. Iago Valdez. Iago Valdez. Sirini út mondtál nekem, a százas telekem a szállandóan. Egy zöld színű motor volt, az apám összes öröksége, mindenhol mim rajta volt, még a saktábla is, amit Gárdel adott nekem. Egyszerűen igen. Mindenem benne volt, semmim sincs anélkül a motor nélkül. Egy bizonyos térről vitték el, ő látta, hogy ki volt. Maga látta a tolvajokat? Mondd el neki. Nem, nem láttam, illetve talán egy kicsit, kicsit hogy... Kicsit? Hogy kicsit? Éppen, hogy láttam őket. De hiszem, őket. Azt mondta, hogy nem már egy kicsit. Abba hagyják az üvöltözést. Mondd el, hogy néznek ki. A címét mondja meg. Itt? Elnézést, nem akarok. Persze, hogy itt. Hogy itt? Igen, gondolom, van valami címe, ahol alszik. Igen, uram, én nála alszom. És maga hol lakik? A lakcímem ismeretlen. Ismeretlen. Maguk most szórakoznak velem? Szó sincs róla, ne szórakozz már! Igen, és hadd nagy úr! Azonnal jövök. Remélem, mire visszaérek, el tudják ezt magyarázni nekem. Ne aggódjon, lesz... Azt mondtad nekem, hogy láttad, amikor ellopták a motoromat. Azt mondtam, most meg ezt mondom, érted? Menjünk már! De szórakozz itt velem! Menjünk már! De akkor miért mondom ennek a rendőrnek, hogy nem láttam? Isten hozott téged a palotádban. Itt vannak a királyságot kulcsai. Isten hozott. Kis szerelmem. Jó napot. Oh, kedves bátyuskám, hogy vagy? Hogy vagy? Remekül. Örülök. Minek köszönhetjük kitörő örömödet? Nos, Aldo, Melina ide költözik hozzánk a házba. Nem, csavukám, én nem szeretem, ha átvernek, és te átvertél engem. Nem vertelek át, én vagyok Fábio Sirini. Nem, a te neved Valdez, Iago Valdez, és nincs egy vasat sem, érted? Akkor nem is láttad a motort, nem igaz? Csak azért mondtad, mert pénzt akartál. Én nem vagyok tolvaj öreg. Tudod, hogy mi vagyok? Nagy menő, érted? Ezt már ezerszer elmondtam neked. Hányszor kell még elmondanom, hogy belemenjen abba a sötét fejedbe? Nem vagyok tolvaj! Értem. Ne fordulj meg. Tudod, ezek a fickók elveszik a pénzt azoktól, akik az utcán dolgoznak. Várj meg itt! És nem zavarja őket, hogy mozgássérült vagy? Celso! Szóval a fiad után jöttél ide? Nos, ő egy barátom fia, Franco Sirenioé. Missionézben ismertem meg, de mintha az én fiam lenne, mert én neveltem fel. Szép történet. Lehetne egy tangó is, nem igaz? Igen, tragikus véggel, igen. Franco visszatért Buenos Airesbe. És a felesége itt halt meg. Teljesen magába zuhant. Még visszajött hozzám, de már összetört a szíve. És egy szép napon felhívták. Titokzatos hívást kapott Buenos Airesből. Úgyhogy ott hagyta a kölyket. És visszatért ide valamilyen ügyben. Soha életemben nem láttam. Ó. Aztán megtudtam, hogy ő is meghalt. És mielőtt elment, megkért, ha történne vele valami. A kölyök kapja meg az én nevemet, mintha én lennék az apja. Hoppá! Ha a fickó úgy be volt rezelve, akkor biztosan tudta, hogy valami gond lesz. Gondolom, de soha nem tudtam meg, mert semmit nem mondott el.
És azt mondod, a kölyök a családját keresi. Igen, kíváncsi lett rájuk, de van egy előérzetem, tudod, valami, amit idebent érzek. Emlékszel, hogy félig varázsló vagyok, és azt hiszem, hogy a szirényok valami rosszban sántikálnak. És nagyon félek, hogy még kárt tesznek Jágóban. Jágó? Igen, Jágó. Így neveztem el azt a kölyköt. Meg kell találnom, mielőtt még bajba keveredne. Jól van, nyugodj meg. Nem kell sötéten látni, öregem. Hogyha te vetted magadhoz, akkor biztos jóféle kölyök. Nem hiszem, hogy bajba keveredik. Nem, pillanat. Egy pillanat. Nyugalom. Mikor adod meg nekem a tartozásod? Amint összegyűlik a pénzem, odaadom neked. És nincs itt a pénz? Nincs pénzem, nincs. Nem szeretem az időmet vesztegetni, azonnal értetted a pénzem? Meg lesz, de egy pillanat, egy kis időt kérek, oda fogom adni, hidd el nekem, hogy... Hát te ki vagy? Szelszó barátja, parancsolj. Egy barátja? Igen. Szép dolog a barátság, igaz? Vidd a barátodat és kotrodj innen. Nyomás! A zsaruk! Gyere már! Tűnjünk el! Gyere már! Futás! Szóval ide fogsz költözni? Igen, remélem nem zavar. Nem, hogy is zavarna? És mi van a férjeddel? Örülök neki. Egyetértek vele, ha a végén szeretnétek összeköltözni. Egyébként ez a ház épp úgy a testvérem háza is. És joga van idehozni a nőt, akit szeret. Szóval kocincsunk inkább a sógornőm érkezésére. Köszönöm. Sok sikert. Köszönöm. Szóval te lennél mozgássérült, jól átvágtál engem. Ugyan már, ne szívd úgy merre, ez csak egyfajta önvédelmi forma, nekem így könnyebb. Te tényleg láttad azt a fickót, aki ellopta a motoromat? Kérlek, mondd meg az igazat. Láttam, nyugodj meg, vissza fogod kapni, hiszen végül is ennyivel tartozom neked, vagy nem? Nem tartozol semmivel. Na, hogy ne tartoznék, hogy segítsek neked. Ez meg mi? Ők a szüleim. Én is itt vagyok. Franco és Victoria, ez én vagyok. Ez a bizonyíték, hogy Sirénió vagyok. Franco és Victoria Sirénót látod itt. Missionésben nőttem fel, és egy Gardel nevű ember nevelt fel. Ha megismered, tetszeni fog. És ők az igazi szüleim. De én nem ismertem soha őket, csak ennyi maradt belőlük. Miért hagytak el? Senki sem tudja. Gardel azt mondta, hogy az apám még csecsemőkoromban vitt oda, és megeskedte őt, hogy soha nem mondja el nekem. A nevemet is megváltoztatták Jágóra. Semmi gond, Jágó vagyok, de talán félt, hogy történne velem valami. Gardel szerint az apám jó ember volt, de én nem emlékszem rá. És szeretném tudni a történetünket. Szeretném ismerni Franco és Victoria történetét. A szüleimét. Vigyázzon magára! Roberto, hogy érzi magát? Jól, minden rendben. De mégis mondana valamit, nem, Roberto? Nem, semmit, most nincs mit mondani. De biztos benne, hogy nincs mondani valója 25 évnyi börtön után. Mégis mit mondjak? Engedjen át! Szeretnénk tudni, hogy mégis ki ölte meg valójában Victoria Sirénió asszonyt. Menjen és kérdezze meg a bírót, engedjen Roberto, már át, engedjen már át! Ellensége! Kérem, Roberto, ne menjen el, kérem! Csak egy kérdést, kérem! Thank you.
Hát ezt a véletlent... Jákot keresem, erre beléd botlok madárka. Gárdel. Mit csinálsz? Gárdel, kérem, mondja meg Jágónak, hogy soha többé nem akarom látni. Te nekem halvány fogalmam sincs, hogy hol van Jágó. Miért te láttad? Komolyan nem tudja. Hát nem, csak hogy idejött misszionézből és semmi mást. Mondd csak, mit csinál? Amit mindig engem üldöz. Micsoda? Azt hiszed, hogy utánad jött ide? Ön talán nem gondolja. Figyelj, azt hiszem, hogy ezúttal tévedsz. Ide jött, de valami más miatt. Miért? Szóval... Morina, jöjjön be az irodámba, kérem. Igen, igen, uram. Köszönöm. Mennem kell. Várj egy pillanatot, figyelj csak. Kérlek, mondd meg, mi van vele? Szeretnék beszélni vele. Nem, nem akarok semmit sem tudni róla. Na jól van akkor, hát akkor tégy meg valamit. Megadom neked az egyik barátom címét. És szeretném, ha eljönne. Na tessék, jöjjön el hozzám, mert beszélnem kell vele. Tedd ezt meg nekem, jó? Szeretném látni őt. Kérlek, madárka. Nagyon örülök, hogy a családtagja lehetek. Én is nagyon örülök, hiszen nagyon sok jót tettél Lucióért. Köszönöm szépen. Tudod, annyi nehézsége volt a nőkkel, de így volt a családjával is. Igen. Ne haragudj. Aldo nem jön ki Lucióval. Lucio nagyon szerette Franco testvérét és feleségét Victoriát, de ők már réges-régen meghaltak. Valami baj van? Nem, de hogy csak, ha eszembe jut Franco és Victoria, mindig elszorul a szívem. Istenem. Inkább beszéljünk vidámabb dolgokról. Jó, rendben van, de te remekül kijössz Aldóval, igaz? Persze. Ahogy látom, Aldo nagyon erős személyiség. Igazi férfi. Olyan vonzó. Igen. Nagyon szeretitek egymást, igaz? Sok éve vagyunk már együtt. Én mindig is ilyen családról álmodoztam. Egy erős férj, aki vigyáz rám. Egy gyerek. Persze a nők mindig ilyesmiről álmodoznak, nem? Tudod, mire gondoltam? Mi ketten nagyon jó barátnők leszünk majd. Egész biztos. Szépen nézünk ki, mi? Igen. De Pipó megengedi, hogy itt maradjunk. Pipó 11-kor bezár. Szenszó. Figyelj, menjünk aludni egy parkba. Szabad ég alá? A fák alá. Vert ki a fejedből. Hideg van, meg is fagynánk. Hagyj engem békén. Kölcsönadhatom neked a kabátomat. Figyelj, mondok én neked valamit. Nekem van egy szobám egy motelban. Nem valami nagy durranás. Az nem érdekes. Ha nem zavar téged, aludhatsz a földön. Ha van kedved. A motoromat akarom. Halló? Aldo? Igen, én vagyok. Ki beszél? Roberto. Roberto Cardenas. És hol vagy most? Szabadlábra helyeztek, és gondoltam, küldértem egy autót, hogy elvigyem magához. Nem kell nekem semmilyen autót küldenem, sehová sem, és nagyon szépen kérlek, hogy soha többet ne hívj fel telefonon az irodámban. Megértetted? Hát persze. Megértettem. Remélem, hogy maga is megértette, hogy be kell tartania, amit ígért. Igen, tessék! Elnézést. Bocsánat, de megkért, hogy tájékoztassam az öccse esküvőjével kapcsolatban. Igen, foglaljon helyet, kérem. Nem zavarok? Minden rendben? Rosszkor jöttem. Nem, nincs semmi baj. Egyáltalán semmi. Rendben. Nem zavarná, ha most elvinném önt autóval, és elmondaná nekem, amíg viszem hazafelé? Hogy hozzám? Van egy találkám a városban, és így spórolnék egy kis időt. Menni fog? Igen, persze. Hogyne.
Ez az? Kúszz el előtte. Mint ez a szokás. Le a fejjel is, menj a lépcső felé. Le a fejjel. Add ide a kulcsot. Mi baja? Add megyek a szobába. Mi baja vele, maja? Az a bajom, hogy amíg nem fizeted ki az adósságod, addig nincsen szoba. Kifizettem az adósságomat. Mikor? Majd holnap kivizetem. Hát akkor holnap visszakapod a szobádat és a bőröndödet. Mit gondol majd rólam, hogy én egy nincstelen senki vagyok? Hát ne... Hogy egy utolsó széltoló vagy. Most akarsz tévét nézni? Az a fickó lehet, hogy a rokonom. És az a kislány is. No csak. Álmatlanság gyötri? Azt mondják, az álmatlanság a rossz lelkiismeret velejárója. Ahogy elnézem, maga sem tud aludni. Milyen csinos hálóruha. A kis férjecskét kedvéért vetted fel. Miért nem szabad? De szabad. Gyere! Engedj el! Gyere! Itt nem csinálhatjuk, hagyd! Iago! Iago! Igen? Mit keresel ott? Gyere már le a fáról! Nem bírom tovább. Legalább az ég ugyanolyan mindenhol szelszól. Nem bírom már. Annyira hiányzik minden. Mercedes, mondd, hol vagy? Mégis hol kellene lennem, apa? Limában, és otthon vagyok persze. Azért hívtalak fel, mert már annyira aggódom. Miért?
Moréna miatt, a lányom miatt, mert semmit se tudok felőle már jó ideje. Felhívott és azt mondta, hogy mégse fog hozzámenni Tomászhoz. És aztán meg semmit se tudok, vagyis annyit, hogy felhívtam Tomászt, ő mondta, hogy felmondott, ott hagyta a céget, és bizonyára Argentínában van, de ő sem tudott semmit. Pedig tényleg itt van. Jaj, de jó, akkor jó. Na és mikor fog visszamenni New Yorkba? Meg akarom ott látogatni. Moréna nem tér vissza New Yorkba. Mi? Akkor Limába jön? Moréna itt akar maradni, Mercedes. Hogyan? Nem. A lányom megbolondult, apa. Hogy ott akar maradni? Ez az ő döntése, kérlek, ne avatkozz ebbe bele. Apa, kérlek. Figyelj, csak egy kérdésemre válaszolj. Roberto Cárdenas kiszabadult a börtönből? Nem tudom pontosan. Hát nem érted, apa, hiszen akkor a lányom egy percig sem maradhat tovább Buenos Airesben. Értetted? Épp úgy, ahogy 25 éve. Mindig is elsőként érkezett meg a céghez. Mit keresel itt? Pénzre van szükségem. Nem akarlak többé látni. Sirénia úr. Én fizettem egy bűnért, amit maga követett el. Maga ölte meg a sógornőjét, Viktóriát. Fogd már be a szád! És engem börtönbe csuktak ezért, most pedig... Azt akarom, ami megillet. Moréna! Jaj, már megint! Most is azt mondod, hogy véletlenül találtál rám? Nem, most téged kerestelek. Láttalak este a tévében. Csak nem autogramot kérsz. Nem, találkoznom kell Aldo Sirénióval. Teljesen megőrültél? Te a közelében dolgozol. Ha csak úgy oda megyek hozzá, akkor a gorillái elzavarnak engem, mintha valami tolvaj lenné. És tulajdonképpen miért akarsz annyira Aldo Sirénióval találkozni? Majd elmagyarázom, nem, de... Jágó, ne magyarázz el semmit. Elegem van a körülményes magyarázataidból, csak hogy randevút csalj ki tőlem. De nem akarok randevúzni vele. Igazán ügyesen csinálod, de én tudom, hogy mit akarsz valójában. A táskám, engedj már jóval, el! Hozd vissza a táskámat, a táskámat akarom, hozd már vissza! Elintézed nekem? Segítesz, elintézed vagy nekem kell utána rohannom? Intézzel nekem! Akkor segítesz nekem? Magyar szöveg Frenkel Gergely, hangmérnök Házi Sándor, vágó Derzsi Csilla, gyártásvezető Masol Ildikó, szinkronrendező Hirt Ildikó. A szinkront a Masterfilm digitál műtermeiben a TV Szinkron Kft. Készítette. Existir, poder, mi.